A Folkkocsma sorozat legutóbbi alkalmán a szerb táncoké volt a főszerep. A Rozmarink táncegyüttes táncházba hívta a vendégeket a Faluházba múlt hét csütörtökön. A 19 órakor kezdődő programon élő zenére robhatták idősek és fiatalok. 2004-ben alakultunk, és nagyon sokáig Csabánkán működtünk, és 2015-ben költöztünk át ide Budakalászra, tettük át a székhelyünket, és itt a Faluházba tartjuk a próbáinkat. És abból az apropóból jöttünk mi most össze, hogy mi nem csak koreográfiákat gyakorlunk, hanem táncházakat is tartunk, ami azt jelenti, hogy a nagy közönségnek gyakorlatilag megnyitjuk a táncpróba ajtaját, és bárki, aki bejön, az megtanulhatja a lépéseket, és örömtáncba vehet részt, tehát táncolhatja ezeket a délszláv táncokat, amiket mi is táncolunk. A táncházakba mindenkit szeretettel várunk, aki kicsit botlábú, azt is. Itt egyszerűbb lépések szoktak lenni, és tényleg az a lényeg, hogy örömmel járja a táncot, aki járja. Hát ilyen rendezvényeink körülbelül ilyen negyed évente szoktak lenni, de többnyire csatlakozunk a Faluháznak a rendezvényeihez, a Kalászi Vigasságok, Szüreti Táncház, a Falunap, tehát ugye az ilyen rendezvényekhez, de szoktunk mi magunknak is ilyet rendezni. Júliusban Iván napkor, akkor összekötjük egy hagyományőrző koszorúfonással, és itt az udvaron szoktunk táncolni, illetve még Mikuláskor szoktunk még a gyerekeket egy kicsit jobban bevonva táncházazni. A Rozmarink táncegyüttes hetente kétszer tart próbát a Faluházban. Fellépéseiken magyarországi szerb, bunyavác, sumadiai, leszkovác és nis környéki táncokat is bemutatnak. Az új csatlakozóktól elvárnak egy kis tánctudást, de felnőtt és gyermekjelentkezőket is szeretettel várnak. Mi elsősorban egy felnőtt tánccsoport, illetve a felnőtt csoport alakult meg először, de ugye közben fölnőttek a gyerekeink annyira, hogy ők is szerettek volna ilyen tánccsoportos kereteken belül táncolni, és ők meghívták a barátaikat, osztálytársaikat, úgyhogy van junior csoportunk is, akik egészen óvodás korukba kezdtek, de most már van olyan, aki 20 éves, úgyhogy van egy réteg, akik föltáncolnak a felnőttekhez is, tehát a gyerekekkel is, meg a felnőttekkel is. Vannak kicsikék, sőt, óvis csoportunk is van, úgyhogy aki úgy gondolja, hogy szívesen szeretné megtanítani a gyerekét ilyesmivel, hogy várjuk nagy szeretettel, péntekenként van óvis tánc, és hétfőn és pénteken van a junioroknak, ők olyan 6-tól 20 éves korig egészen táncolnak együtt, és akkor 20 éves kortól fölfele pedig nálunk lehet táncolni. Kötött koreográfiák vannak, melyik tánclépés melyiket követi, mikor van kör, félkör, vonal, stb. Tehát nagyon látványos koreográfiáink vannak. A táncházban pedig a lépéseket kell megtanulni, a szerb táncok azok körtáncok, tehát körbe-körbe táncoljuk, hol kézfogással, hol lőfogással, hol keresztkézfogással. Kicsit olyas, mint a görög táncház, azt jobban ismerik az emberek. Vannak lassabb zenék, azokra egyszerűbb, lassabb tánclépések, és vannak egészen virtuóz gyors lépések is, ez nyilván ez egy haladóbb kategória. De azt szoktuk mondani, hogy egy táncházban letáncolt kilométerek számítanak, tehát hogy minél többet jár az ember, annál többet ismer és annál jobban élvezi. A tánccsoport kísérője a Rozmarin Folkstars zenekar, akik a múlt heti szerb táncházban is közreműködtek. Jelenleg 6 állandó tagjuk van. A zenekar vezetője Krucsai János, aki dobon, tapanon, derbukán és nagybőgőn is játszik. Hát mi a kísérőzenekar vagyunk a tánccsoportnak alapvetően, legtöbb fellépésünk a tánccsoporttal együtt történik, ezen kívül szoktunk táncázakat is tartani, mint például, ami most is itt lesz a Faluházban. Ilyenkor ugye nem koreográfiákat zenélünk, hanem például Kalász környéki szerb klasszikus, hagyományos táncdalamokat, illetve kismagyarországi szerb táncdalamokat, illetve szerbiai szerb táncdalamokat is, meg makedon dalamokat is, tehát ezek nem koreográfián, hanem szabadon táncolható táncdalamok lesznek most. Hetente egyszer próbálunk a táncsoporttal közösen, ez ugye azért praktikus, mert megszokják a zenénket, mi megszokjuk a táncot, figyeljük a táncosokat, tudjuk, hogy mikor vannak a váltások, látjuk rajtuk, hogyha mondjuk gyors a tempó, akkor vissza tudunk venni, mert olyan is előfordul, attól függ, hogy milyen a környezet, milyen a fellépés hangulata, úgyhogy nagyon praktikus, hogyha a zenekar együtt próbál a táncsoporttal. A külön próbákat szoktunk tartani az ilyen alkalmak előtt, hogy táncházi repertoárt is átnézzük, amiket ritkábban zenélünk. Igyekszünk a környékbeli autentikus hangszereket megőrizni, ilyen például ez a duda sípszár, ugye ez a dudának az a része, amin játszom, és kiadja a hangot. Most éppen van rajta egy kis szerelnivaló, de mire jönnek a táncosok, addigra már kész leszek vele. Ez az egyik, ez Kalász környékén is elterjedt volt ez a duda. Ezen kívül van nálunk tambura szamica, ami a tambura családnak az egyik ősibb tagja. Hát, és ezen kívül ugye
tambura család többi tagja is van nálunk, harmonika, furuja, és a legújabb az a basszusgitár, ami egy kicsit kakuktojás, de nagyon szépen beleillik a szerbnő zenében. A rozmaringosok csak évente néhány alkalommal tartanak táncházat. A balkán népzenét és táncokat kedvelő közönség azonban idén még találkozhat a csoporttal. Most van ez a táncház, akkor jövő héten a Kamp Kapellének lesz egy jubileumi műsora, ott föl fogunk lépni, és még valamikor decemberben egy ilyen Mikulás táncházat szeretnénk tartani, és akkor lezárjuk ezt az évet, és nagyon reméljük, hogy januártól újra tudjuk kezdeni, és semmi se fogja megakadályozni azt, hogy mi próbákat tartsunk és rendezvényekre járjunk. Sajnos az előző két évben a vírus ezt nem engedte, most pedig ez a rezsiválság, ugye mindenfélét sustorognak, hogy itt lesz bezárás, nem lesz bezárás, meg hideg lesz, nem lesz hideg, szóval hogy egy kicsit izgulunk, hogy ez mennyire fogja befolyásolni az életünket, de reméljük, hogy nem. És akkor mi nekünk általában májustól szeptember végéig vannak fellépéseink, az előtte meg az utána levő időszak az felkészüléssel telik. Minden évben rendezünk tábort a gyerekeknek is, a felnőtteknek is, ahol vagy új táncot tanulunk, vagy a régieket gyakoroljuk, felelevenítjük, ezt is meg fogjuk szervezni. Tehát így vannak terveink és lehetőségeink, és ezt nagyon várjuk 2023-ban is. A Rozmaring Tánc Együttes szerb táncházáról bővebb összefoglalót láthatnak pénteken a híradó után, Kulturcseppek című magazin műsorunkban.